Sziasztok a Luhárádzik a pizzás pajtásotok, és tegnapi nap YouTube-on rám írt egy nézőm, mondjuk így, hogy nem megkészítenék esetleg kézzel is tésztát dagasztógép nélkül. Már régi tervem volt egyébként, hogy készítek nápolyi típusú stílusú pizzát kézzel is, hogyha valakinek kicsit szűkösebbek a hardverei, vagy elutazott nyaralni, és nincs lehetőség, hogy dagasztó cipelje magával, mint hogy én szoktam, feleségem legnagyobb örömére, mikor a csomagtartómnak a felét a pizzás cuccok foglalják el, mikor megyünk nyaralni. Hát ez már egy ilyen, gyerekek, ezt tudjátok, a fanatizmus az egy picikét mindig ilyen. Szóval a lényeg, hogy ki fogunk próbálni egy tésztavezetést. Megmondom nektek őszintén, hogy én sem csináltam még kézzel ilyen nápolyi stílusú pizzát. Itt majd abban bízom egyébként, hogy ennek a tésztavezetésnek az előnyei azok majd ki fognak szépen domborodni. Természetesen ez nem egy direkt tészta lesz, hanem pólissal fogunk kezdeni. És a pólist fogom gyakorlatilag így kézzel bedagasztani. Tehát két előnyét fogok szerintem látni ennek a tésztavezetésnek, amivel én szoktam dolgozni. Az egyik, ami legfontosabb, a háromfázisos kelesztés vagy pihentetés, mindegy, minek hívjuk. Tomi szerint a pihentetés a jó szó, és azt elfogadom tőle. A másik pedig az, hogy a pólisnak mik az előnyei. Meg fogom csinálni azért direkt tésztával is egyébként, hogy lássuk a különbséget, de szerintem ezt fogja majd jól kiadni. Természetesen a dagasztónak van jelentősége, meg egy profi sütőnek is. Egyébként az is terve van, hogy ki fogom sütni sima háztartási sütőben is a pizzát. Ha valakinek pizzasütője sincs, és ez nagy valószínűséggel neked sincs, mert az emberek jelentős részének nincsen pizzasütője, ami 400 fokot tud, akkor ezt a tésztavezetést kisütheted dagasztó nélkül sima sütőben is. Én azt javaslom abban az esetben, hogy 2-3 percet érdemes elősütni, úgyhogy megkened paradicsommal, és utána kiveszed a sütőből, és utána feltétezed, és úgy rakod vissza, hogy a feltétek feleslegesen ne éljenek meg, vagy ne süljenek túl. Na, térjünk vissza rá a kézidagasztásos történetre. Annyira kis előrelátó voltam, hogy már 2-3 héttel ezelőtt meg is vettem hozzá egy ilyen fullos fatányért, ami egy kicsit ilyen indiai is dizájnja van, de jó kis masszív, el is valami is van itt a indiai felirat. Szóval jó kis masszív fatál, amivel szerintem fogok tudni majd dolgozni. Hál' Istennek ilyen csavaros a füle, úgyhogy ha zavaró esetleg, akkor leszedem, de hát majd meglátjuk. Stagioni-nak a manitobáját raktam be pólisba, itt van. Nézzétek csak meg, milyen jól néz ki. Ez 12 óra volt szobahőn. Ugye azért nem dolgozok most 24 órákkel, mert nagy melegek vannak. Mikor már lemegy egy 22 fok alá körülbelül a hőmérsékleted, vagy tudod 20 fok alá tenni, akkor lehet 16-18-20 órára is. De így, hogy 22 fok fölött van, így gyakorlatilag ezek az erős lisztek így 10-12 óra tökéletesen használhatók lesznek így a előtésztás jelleggel. Úgyhogy úgy fog kinézni a recept, hogy ebből a Casio lisztből, ami viszonylag gyenge, V200 környéki liszt, azért fontos, hogy beszélek a lisztek erősségéről, mert mindenkinek megvan a szerepe. Hogyha kipróbálsz egy videón látott tésztavezetést, és nem működik, és egy olyas valakinek nézed a videóját, aki nem beszél arról, hogy milyen lisztet használ, akkor nagyon könnyen bajba kerülsz, annak ellenére, hogy pontosan végig csináltad a lépéseket. Két dolgon múlik az, hogy neked sikered legyen ezzel a tésztavezetéssel, ebben bízok, hogy nekem is az lesz. Hogy ismerd a lisztedet, amit használsz, hogy milyen a fehérjeje, milyen a nyújthatósága, és ehhez képest tudod, hogy körülbelül mennyi vizet vesz föl, tehát némi tapasztalatot igényel, vagy nyilván rám hagyatkozol, vagy akinek a videóját nézed, aki elárulja, hogy milyen lisztet használ. A gyermeivel is ezt végig tudod csinálni gyönyörűen, úgyhogy azzal csinálsz egy előtésztát, és utána azzal davasztod be minden további nélkül. Ott arra kell figyelni, hogy a gyermei az 70-es hidrót nem fog elbírni, hanem az körülbelül 65-ös hidrónál kell megálljál. Jó, hogyha ezt én kézi dagasztással csinálod, de majd is a tapasztalat neked megadja.
Azért beszélek mindig, hogy metodikáról és nem receptről, mert mindig egy recept alapján indulunk el, de valójában egy metodikát követünk, mert nincsenek pontos százalékok soha. Most annak, azon fog neked most gyakorlatilag sikeres lenni ez a tésztavezetés, meg úgy gondolom nekem is ezen lesz majd, ezen dől el, hogy sikeres vagy nem sikeres, hogy milyen állagot fogok a tésztával most kézzel kidagasztani, hogy milyen állapotú lesz körülbelül a tészta, hogy ha túlhidratálom, akkor se fog működni, ha alulhidratálom, akkor se lesz olyan jó eredmény. Tehát el kell találni pont ezt az állagot, ehhez kell pedig a gyakorlás. Jó? Na lássunk hozzá, aztán nézzük meg, hogy mit sikerül kihegeszteni, jó? Először is kimérek pár dolgot, hogy ne kelljen ezzel már foglalkozni. Én amikor elkezdem mindig a polisnál a bedagasztást, akkor mindig egy picit segbe szoktam rúgni a tésztát, úgyhogy a polisunk az úgy nézett ki, amit itt most láttatok ugye ebbe a kis edénykébe, hogy 500 g víz van benne, 500 g liszt és 1 g aktív száraz élesztő. Ha neked nincsen jó minőségű aktív száraz élesztőt, akkor minden esetben inkább budafoki frisset használjál. Ott háromszoros a szorzó, tehát 1 kg liszthez 3 g friss élesztőt érdemes használni. Tehát vagy azt mondom, hogy ez stagioni, vagy friss kaputól lievító. Ezek a boltban kapható száraz élesztők, ezeknek elég bizonytalan minősége, és emiatt sok kudarc érhet téged, és azok kérlek, hogy inkább ezeket ne használjad. Jó? Csak budafoki frisset próbálj meg szerezni, csak vész esetén használja aktív száraz, sima száraz élesztőt, ezek az öt kermék a baráti köre. Jó? Ha viszont friss élesztőt használsz, akkor ezt mindig előbb a vízbe keverd el. Az aktív száraz élesztőt meg előbb mindig a lisztbe szoktam elkeverni. Jó? És akkor úgy kidagasztom be. Szóval a rendkívül egyszerű előtészta előkészítése, vagy pólis néven terjedt el úgy gyakorlatilag a világba. A lényeg, hogy Magyarországon előtésztának hívhatjuk. Megmutatom nagyon gyorsan, hogy lehet ezt elkészíteni, jó? Itt van gyakorlatilag 1 kg liszthez való élesztő, ugye? Most ez mitől lett egy egész 3 óra? Hát mondjuk 1,1 gram élesztő. Itt van fél liter víz. Jó. Ide kirakok ebből a Stagioni Manitoba lisztből. Ez azért hangsúlyozom ki, hogy milyen lisztet rakok, mert a pól is mindig érdemes csinálni egy erősebb lisztből, aminek magasabb a V értéke. Ugye aki nézi a videóimat, az rájön, hogy miért fontos a V-érték. Naluk az acskom. Ezt le is tépjük itt. Ezért fontos a V-érték, mert egy erősebb lisztből, aminek magasabb a fehérje tartalma, abból mindig jobb előtésztát tudunk csinálni, mint egy gyengébb lisztből. Jó? Tehát mindig azt feltételezzük, hogy legalább 24 óránk van egy pizza készítésre, vagy több az ideális, a 48 óra. Tudom, ez nehéz sztori, előre kell gondolkodni, de ha egészséges, finom, jó ízű tésztát szeretnél kidagasztani, meg elkészíteni, meg pizzát, ahhoz bizony szükség van az időre. Mert az a lényeg, hogy azt a melót, amit a gyomornak kell elvégezni, mert ezért van ennyi glutén érzékeny, meg glutén beteg Magyarországon, meg ilyen emésztési rendszeri problémával küzdő ember, mert azok a tészták, amiket mi fogyasztunk, gyors keresztésűek, 2-3-4 óra alatt vannak kikeresztve, és magának a búza függőben nem érik meg. Tehát nem csak megkeleszteni kell egy tésztát, hanem megérlelni is. Tehát ezek baromi fontos különbségek. Nagyon sokan nem is értik, mi az a szó, hogy megérik egy tészta. Jó? Tehát ez meg a saját tulajdonságaitól függ, hogy ez hány nap, vagy hány óra. Vannak, ami 10 óra után jó, ilyen egy liszteknek egy része, meg van, amelyek 2-3 nap is kell. Sőt, valamelyik a harmadik nap végére lesz jó. Például a Stagionnek az órója, ami a harmadik nap érik be igazából. Jó? És könnyen emészthető és egészséges. Tehát azért mondom, ezeket meg kell tanulni. Ha ezeket az apróságokat elsajátítod, akkor sokkal könnyebb lesz mindig egészséges, jó ízű, jól emészthető pizzát készíteni. Na térjünk ide gyorsan vissza. Először berakjuk a lisztet, itt a fél kiló lisztünk. Így. Közben lejárt a harmadik fázis, mindjárt fogunk bucizni. Belerakjuk az élesztőt, egy nagyon picikét elkeverjük.
Jó, hogy a liszttel találkozzon először. Így. És akkor most fogjuk és beletesszük a vizet. Így. És gyakorlatilag kész is van a pólisunk, hogy semmi más dolgunk nincsen. Na most én ugye nekem van dagasztógépen, ezt össze szoktam keverni egyszerűen, de mondtam többször is, hogy ezt meg lehet csinálni így is. Így is összekevert, hogy nagyjából ilyen tejfölszerű állagot kialakítson, és utána lefóliázod és mehet be a hűtőbe. Jó? Tehát ennyi gyakorlatilag a lényege. És hogy most megálltjuk egy pillanatra, utána ha elkevertem, akkor majd újra megmutatom, hogy milyen állagú lett. Na, de körülbelül egy perc telt el, amíg itt masszíroztam. Jó, tehát így néz ki nagyjából a pólisunk. Ezzel nagyon sokkal többet nem kell foglalkozni, ez már így jó lesz. Ugye ez egy 100%-os hidrója van. És fogjuk és lefóliázok, semmi más dolgunk nincsen. És megy 12 órára szobahőre. Vagy, hogyha nem 12 óra akarsz sütni, hanem itt két nap múlva, akkor mehet 24 órára is gyakorlatilag. Szobahőre. Úgyhogy most rárakom a fóliát. Itt van a kis fóliánk, ide készítve. Így. De egyébként, hogyha van rá fedőd, az is jó. Teljesen mindegy. Én azért szoktam ezt a fóliát használni, mert én szoktam rá lukat rakni. Valaki nem rak rá egy kis lukat. Mindenkinek ez a saját dolga, hogy gondolja. Én úgy gondolom, hogy ez így jobb. Az én tésztámnak így két lukat rakunk rá, és mehet is gyakorlatilag pihentetésre. Most, hogy ilyen meleg van, 22 fok fölött, így elég neki a 10-12 óra szobahő, hogyha ha hűvösebb lesz, akkor meg bizony kell neki a 16-18-20-24 óra, jó? Na, folyt köv. Na, itt most hozzárakunk 0,3 grammot. Tessék, ott is van, 0,3 grammot. Még ez az 1 kilóhoz, hogy egy picit beindítsuk jobban a tésztát, hogy erősebb legyen. És kimérünk még 500 gramm lisztet. Jó, kitárázzuk. Akkor ez már megvan. És fogom használni a Olaszországban vásárolt csoda lisztszerű kanalamat. Nem mindig jut eszembe, hogy használjam. De most eszembe jutott. És be fogunk rakni 500 gramm lisztet. Így a kis pohárba, és akkor majd belenyitjuk, amikor használjuk a tésztát. Egyébként szoktam nézni, hogy nagyjából ilyen 160-170 grammot rakok egy lapátra, ha teli van. 4,54. 4,87. Így. Tehát miért választottam most ezt a lisztet? Azért választottam a V200-as lisztet, mert ma este szeretnék sütni belőle. Jó? Tehát most reggel 8:50 van, ezt most egy másfél óra lesz, még ez a folyamat nagyjából lezajlik az én számításaim szerint, míg bebucizzuk a tésztát, és lesz egy pár órát hűtőben, és akkor a sütés előtt majd kivesszük és kisütjük. Ha alacsony a V-értéke a lisztnek, akkor aznap süthetsz vele, tehát 10-12 óra alatt beérik a liszt. Biztosan főleg úgy, hogy van pólisunk is. Ha erősebb liszted van, ami a V300 vagy a fölötti, akkor legalább 24 órás keresztést használj. Jó ahhoz, hogy egészséges legyen. Tehát én mindig arról beszélek, amikor mi pizzát sütünk, hogy egy egészséges, jó lemészthető és egy jól nyújtható nápolyi stílusú pizzát készítsünk. Nagyjából ez a cél mindig. Jó? Az egészség és az emészthetőség az mindig első helyen van, ezért használnak nagyon kevés élesztőt és hosszú érlelésű tésztákat. A hosszú érlelésű tészták hozzák meg azt a lehetőséget, hogy az élesztő gombák gyakorlatilag előemésztik neked a tésztát, és nem a gyomorodnak kell bajlódnia vele, és ezáltal egészséges lesz. Jó? Na, kezdjük el akkor, hogy igen, még annyit megcsak, hogy a sót kimérem, mert már volt, hogy elfejtettem, kétszer egymás után a sót képzelitek el. És az baromi kellemetlen. Úgyhogy hozunk egy kis tálkát. Van, aki kevésbé szereti a sót, akkor az rakhat bele 25 grammot. Ha én egy picit sósabban szeretem, én mindig 30 grammot rakok per kiló.
Úgyhogy mindenki döntse el, hogy hogy szereti. A kevesebb só egyébként, azt tudnotok el, hogy a só az mindig egy picit stabilizálja a tészta állapotát, lelassítja a kelési. Jelen nézzük, meg ott van 30 g só. Lelassítja a folyamatokat. Most is fogjuk csinálni, hogy előbb belerakom, úgyhogy megvan minden hozzávaló. Most ez egyre nem is fog kelni. Itt vannak a hozzávalók. És sót majd egy kicsit későbbi fázisba fogom majd beletenni. Jó? Még itt van a vízünk is. Ugye ebben van most 500 g víz, meg ugye 500 g liszt, és ugye a teljes hidrót ugye a teljes liszthez számoljuk, hogy itt van még 500 g liszt, és ugye itt van még 2 deci víz, amit majd bele fogok tenni, és így lesz körülbelül ez a 70-es hidró, amit majd, de reményem szerint ezzel a kanállal ki fogok davasztani. Mert ugye, amit említettem nektek, hogy még ilyet nem csináltam. Na, egy picit benedvesítjük. Azaz. És akkor kitekerjük belőle a pólist. Jele. Ha valaki nem tudná, az előtésztát azért használom, mert egy ilyen behozhatatlan előnyre teszünk szert annak érdekében, hogy egy érett, egészséges, jól nyújtható habos-babos tésztánk legyen. Tehát, hogyha te azt kedveled, amit ilyen nagyon nagy multi pizzások kihordanak neked, ez a lapos, római jellegű tömött tészta, nagyon nehéz, meggyőződésem szerint a direkt tésztának a kidagasztása a legnehezebb feladat egy kezdőnek. Aki már gyakorlott, annak egy kicsit könnyebb dolga van már, de olyan eredményeket, olyan lágy, könnyű, egészséges, jól emészthető tésztát a legnehezebb direkt tésztás eljárással kidagasztani. Jó? Most így beleszórjuk a jeleztünket. Beleszórjuk egy kicsit a lisztünket is. Így. Beleszórjuk a vízünket is. Na és most elindul, gyerekek, a keverés. Most az a lényege, hogy addig fogom én ezt kevergetni, amíg viszonylag csomómentesre sikerült ezt a mennyiséget így összedolgozni. Jó? Hát ezt a lapátos technikát, ezt azért választottam, mert én is ezt láttam a videókban, hogy ilyen típusú lapáttal keverik össze. Biztos, hogy lesz olyan, aki simán kézzel összekeveri. Lehet, hogy én is ki fogom próbálni. De most ez ilyen jó pofának tűnik, hogy így kikeverem. És így és kényelmesen ölünk hozzá. Kikeverjük hozzá a szállamot. Jó? Nem biztos, hogy most végig akarod nézni, hogy végig ezt így kevergetem. Úgyhogy lehet, hogy most megállítjuk a videót. Az a lényeg, hogy addig dagasz, majd mutatom a következő állagot, amíg már nagyjából csomómentesre kikészül, elkészült a tésztád. Jó? Úgyhogy folyt köv. Na, közben itt a lapátról átálltottam a kézre, hogy hatékonyabb leszek. Legyek, nézzétek ki a tésztán, nézzetek csak. Perpillanatlan állagnál tartunk. Nagyjából, ha alánéztek, így látszik, hogy már felszívta mindenhol a nedvesség, gyakorlatilag a lisztet. Tehát majdnem, hogy aladunk egy csomómentes állag felé, még kezdik el rajta dolgozni. Viszont most belerakjuk a sót. Úgyhogy megkérdem a kis feleségemet, hogy így szépen így körkörösen patincsunk bele a sót. Azaz. Ki nem maradjon a receptből. Jó. Úgyhogy meglátjuk majd most, hogy milyen állagúra fog majd a tészta összeállni, hogy egy picit összedolgozom. Hát látszik, hogy még kézzel nem szoktam dagasztani, úgyhogy... De hát látjátok, hogy milyen egy otthoni sütögetős kézi dagasztós első élmény. Lehet, hogyha még te se csináltál ilyet, akkor lehet, hogy neked is hasonló lesz. Na. Kezdesz szépen összeállni. Így. A
azt tudnotok kell, hogy ha ilyen kézi dagasztással akartok, akkor ilyen mindenképpen 65-70-es hidróval kell dolgozni, mert azzal fogod tudni megcsinálni azt az állagot. Egyébként is az a jó liszt, amivel tudsz legalább egy 65-ös hidróval dolgozni, de nem mindegyik engedi. Kaputó fizéria ez, hogy például, hogy kidagasztott 65 fölé, ahhoz is kell egy kis tehetség. Még gyakorlat. Na. Kezd meg egész jól lenni az állaga. Így. Na, szerintem most azt fogjuk csinálni, hogy nagyjából összekevertem. Így. Amilyen. Egy nagyon picit ez most, hát talán sticky. Lehet, hogy mondjuk 2 decinél egy kicsit több került bele. És ez a Casio az nem egy annyira erős liszt. Oké, lehet, hogy még egy egész pici lisztet rakok bele, majd mindjárt kitalálom. Hagyom egyet pihentetni. Jó, most egy tálba, ebbe a tálba itt fogom hagyni, körülbelül egy olyan 20 percre, és akkor meglátjuk, hogy akkor milyen állagot érünk el. Jó, és hogyha még nem elég jó, akkor rakunk bele egy pici lisztet, úgyhogy folyt köv. És így van lett akarva. Na nézzük meg, hogy hogy áll a tésztánk. Hát 16-7 perc telt el. Most fontos, hogy itt a követ beolajoztam egy picit, mert oda át fogom majd rakni a tésztát. Kicsit beolajozom a olívaolajjal a tenyeremet is, így. Na nézzük meg, hogy milyen lett. Szerintem ezzel a kis cucival összeszedem a tésztát. Ezt is egy picit beolajozok, így. Na, úgy néz ki, hogy eltaláltam hidrót, gyerekek. Nem kell hozzá lisztet adni, patika lesz ez. Na jó, hát azért csak az évek, gyerekek. Na, jó lesz ez. Azaz, nézzétek, milyen gyönyörű. Jó lett ez. Na, most szépen át is rakjuk oda a tésztát. Jó, oda a felületre. Ide. És gyakorlatilag azért ezt mondhatom nektek, hogy ez nem dagasztva lett. Tehát, hogy itt most aljában nem dagasztottunk kézzel tésztát, ez inkább csak összekevertem. Úgyhogy ez egy ilyen hibrid eljárás, ahogy gyakorlatilag bánunk így a tésztával. Úgyhogy ebből is fogjátok látni. Egyébként nekem az az elsődleges ilyen meglátásom, hogy a kézzel, és de már ki fog derülni, amikor kisütjük, hogy a kézzel és a gépi dagasztás közt azért nyilván a kottúrába, meg a látságba, a finomságba biztos, hogy lesz egy érezhető különbség. De ezzel is fogunk tudni szerintem, így, hogy most kézzel összekevertem az alapanyagokat, jó pizzát készíteni. Annyi a titok a sztoriba, amit már mondtam, hogy milyen állagot dagasztasz ki. Mennyire ismered a lisztedet, és mennyire tudod azt, hogy milyen hidróval van ideális állapotban. Jó? Úgyhogy ilyen, most picit ezt így, lehet, hogy ki is nyújtom. Kicsit kilaminálom, hogy így pihent egy picit, megnézzük, hogy bírja-e. Kis olajat rakunk így körbe. Így. És akkor most jön ez a 3 fázisos pihentetés. Így. És akkor ilyen 20 perceket itt szépen pihentetjük. Most, hogyha valakinek nincs ideje ezt kibekkelni, mert egyéb jó dolga van, akkor meg lehet csinálni azt is, hogy hűtőbe rakott 2 pihentetés között, és amikor van időd, akkor szépen fél óra múlva, 40 perc múlva. Jó, tehát még egyszer a aditerv. Tudom, hogy megzavarhat egyeseket. Most 3x20 percet fogunk laminálni, meg nyújtani. De ha nincs időd ezt kivárni, már közben más dolgod van, akkor berakod közben a hűtőbe. Kiveszed, és akkor úgy készíted el megint ezt az egyfázisos pihentetést, meg még egy. Jó? Na nézzük meg, hogy itt közben mit csinálunk. Hát most ennyire ki nyújtottam így. Na. Úgyhogy most fogjuk, letakarjuk.
Rakunk egy kis olajat a tetejére. Tehát nem használtunk dagasztót, és egyébként majd ezt ki lehet majd sütni. De tényleg nem csináltam még ilyet. És majd ki lehet sütni sima sütőben is. Egy a lényeg, hogy találd el ezt az állagot, amiről beszéltem. Most várjuk a fedelét. Itt van. És 20 perc múlva folytköv. Na mindjárt eltelik a 20 perc, még másfél perc van. Na nézzük meg, hogy áll a tésztánk. Na így néz ki. Na most fogjuk és egy kicsit ezt is kilamináljuk. Most meg fogjátok látni, hogy erősödött a glutén. És sokkal jobban ki tudjuk majd laminálni. Mondjátok? Mennyit számított? Ez a 20 perc. Ebből látszik, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy megcsináljuk ezt a háromfázisos pihentetést, mert ezáltal fogod elérni azt, hogy jól nyújtható lesz a tésztád. Egy kicsit közben kiszakad, az nem érdekes, miközben nyújtogatod. Jó. Hát ezt most jobban már nem tudom kinyújtani. Hát ez egyébként nagyjából egy ilyen 70-80 dekás tésztának fel meg ez a kőlap. Ez most egy kiló, úgyhogy pont nem tudom még jobban kinyújtani, de mert ez van. Mindig férünk el, majd a Pizza Studio elkészül. Akkor lesz majd igazán patika, hogy sokkal nagyobb felületem lesz. Úgyhogy... Na itt szóltak, milyen kis babásan alakul a tésztánk, nézzétek csak. Nézzétek, kézzel összekevertük az alapanyagokat, még csak dagasztásnak se lehet mondani azt, hogy így forgattam egy párat rajta. Na, amit nagyjából a videóban láttatok, szóval kézzel jobban tudtam kezelni a tésztát, mint azzal a lapáttal. Úgyhogy lapáttal így összekevertem nagyjából, és utána kézzel átforgattam, az volt a jobb megoldás. Még egy fontos dolog, azzal, ha tetszik a videó is legalább egy-két videót már megnéztél és tetszik a csatorna, akkor azzal tudsz a leggyorsabban pénz nélkül is segíteni, hogyha feliratkozol a csatornára, bekapcsolod a kis csengőt, meg ha tetszik a videó, akkor nyomsz egy lájkot, jó? Elkéne én évvégére a 10 000-et, ami egy álom feliratkozót, de remélem, hogy most segít ez benne te is, annak érdekében, hogy minden népszerűbb legyen a videó fenn a YouTube-on, jó? Tehát a YouTube-nak kell az elsősorban, másodszorban nyilván a csatornának. Jó, tehát feliratkozás, csengő, és ha lehet, és tetszik az anyag, akkor meg lájkold be. Jó? Úgyhogy ez lenne a kérésem. Úgyhogy így néz ki most a tésztánk. Térjünk is ide-vissza. Rakunk meg egy kis olajat rá. És nagyon kis babán alakul. Úgyhogy várunk újabb 20 percet, megint kilamináljuk. És a következő 20 percnél pedig már el fogjuk kezdeni kibucizni. És este pedig kisütni. Tehát ugye most volt, ugye mondtam, hogy a 8:50-kor kezdtük, gyakorlatilag este 7 óra fölé fogjuk kisütni. Tehát mire ki lesz így dagasztva, mit tudom, ez még egy olyan jó 40 perc, meg kibucizva. És egyébként fontos, hogy be fog majd rakni a hűtőbe. Jó, tehát nem lesz folyamatosan szobahőn, mert szerintem el kellene, úgyhogy egy 2 órában sütéset fogom kivenni majd. Jó? Na folytköv. Na eltelt újabb 20 perc. Így néz ki a tésztánk, nézzetek csak. Így. Picit itt megint beolvasztom a szélét, hogy megint tudjunk egyet laminálni. Ú, gyerekek, mennyivel jobb a gluténja már érezni a nyújthatóságát. Isteni jó az illata. Így. Már érezni, hogy jobban húz. Kicsit nagyobb erő kell hozzá, hogy kilamináljuk. Tehát ha jó irányba haladunk. Így, és megint összehajtogatjuk. Így. Megforgatjuk, és a következőnél már nem fogjuk többet laminálni, hanem ki fogjuk bucizni. Jó? Gyakorlatilag még egy picit beolajozzuk. Itt látható egyébként, hogy milyen szépen kisimult a felülete. Nincsen rajta annyi bubi, mint amit megszoktatok. Tehát látható azért, hogy a dagasztásnak vannak előnyei, hogy előrébb jár olyankor már a tészta. De jó kis puha, könnyű, hogy estére ezt be fog nekünk szépen érni.
Na folytkőv. Most jön a bucizást, most én azt szoktam csinálni, amikor én kerekedényekbe rakok, még egy nagyon pici olajt én szoktam rakni az aljára, így, hogy könnyen lehessen kivenni. Azt gondolom, hogy körülbelül 6 darab bucink lesz. Van ilyen szilikonos ecsetem, úgyhogy ebben szoktam így ikenni. És mindig olívaolajat használok. Ha teheted, akkor te is azt használjál. De hát, hogyha étolajat használsz, az sem az nagy dráma, de ezzel jobb. Na nézd meg, hogy néz ki a tésztánk. Jó. Na így néz ki. Előkapunk egy lapátot, amivel tudunk bucizni. És így néz ki a tésztánk, gyerekek. Na, csinálunk ilyen 280 g-os bucikat körülbelül. Ez egy nagyon picit hosszabb lett. Én tudom, hogy egyébként a lágy tésztával nem könnyűnek tanulni dolgozni, de meg kell tanulni azzal is, jó? És sokféleképpen lehet bucizni. Ez nagyon fontos, hogy ezt a bucizást semmiképp ne hagyjátok ki, mert ez egy nagyon fontos része annak a műveletnek, hogy szép kis lágy, könnyű tésztánk legyen, jó? Még fura ez, hogy így megfogod, megemeled, az alját kicsit leteszed, rácsapod, jó? De van egy másik módszer, ami egyszerűbb kezdőknek. Így azért húzom meg, hogy végig rajtam van az ujjam, alatta, hogy lezárja az alját. Jó? Így, és akkor szépen így lezárod. És mehet bele ide. Hogy elinduljon. A másik módja, ha akarsz bucizni, kicsit egyszerűbben, nem vagy benne olyan gyakorlott, ami könnyen előfordulhat, akkor lehet úgy is, hogy na, 2-8-on megvan, így lerakod, és akkor ezt csinálod, hogy így ráhúzogat, így egy ujjal, látod, így. Így ráhúzod, és így rázárod, így innen. Nem tudod? Így is lehet. Fogod, és így rázárod. Ráhúzod egy csíkot belőle, megcsíped, ráhúzod. Így is meg lehet csinálni. Ez egy picit nekem így lassabb, úgyhogy ezért nem szoktam ezt csinálni, hanem csak így oda csapkodom, jó? De így is megtudod. És amikor megfordítottad, akkor végén össze csapkodod, jó? Egyébként, ha bizonyos sebességet nem érsz el, akkor oda ragad a kezedhez. Jó? Úgyhogy arra kell figyelni, hogy megfelelő sebesség meg legyen. Még sokáig ne fogd a tésztát. Hozzáérsz, mozdítasz rajta valamit, azt már mész is talán, milyen szép kis feszes lett. Na, meg is van. Na, következő, hogy pikpak megcsináljuk. 2-64, picit dobunk rá. 2, így meg is vagyunk. Így, hopp. Lecsapod, kis gyakorlat kell hozzá. Először biztos bénázni fogsz, de el lehet ezt sajátítani. Jó? Annyira egyszerű. Hogy így néz ki a bucizás része. Akkor gyakorlatilag elkészültünk a tésztánkkal. Látszólag nagyon hasonló állaga van, mint hogyha géppel dagasztottuk volna ki, vagy kézzel végeztünk volna egy nagyobb dagasztást. Úgyhogy este sütünk, és meglátjuk, hogy milyen lett, jó? Na, folytkőv! Technikai információ, hogy így elkészültek a bucik, akkor ezek most mennek be a hűtőbe legalább 8 órára, jó? Mert 9-re meglátom, hogy hogy adja ki majd az időt. Jó, hogy ez a következő lépés sütés előtt, és sütés előtt pedig kiveszem 1-2 órát, meglátom, mennyire lesz meleg délután.